A normális élet az, ami az ételek között a rántott leves. Semmi különös, szenzáció nélküli. Messze azon túl, hogy valaki szereti vagy sem. Az ember a nap bármely órájában eheti. Reggelire, ebédre, vacsorára. Forrón, langyosan vagy hidegen. Zsíron vagy olajon pörkölt liszt és víz. A pütagóreusok kétféleképpen ismerték. Sósan, esetleg köménymaggal, ahogy mi esszük. Vagy a halványan pirított lisztet tejjel föleresztve, mézzel édesítve. A rántott leves minden nemű feszültség nélkül való étel, ami különösen szeretetre méltó benne, hogy szelíd és egyszerű. Magától értetődik, hogy a csecsemő első étele az anyatej után a rántott leves. A rántott leves kristálytiszta éhségétel, ami körülbelül annyit jelent, hogy nem ínyenség és nem torkoskodni való, vagyis nem izgalom, hanem az éhes ember számára készült. És kenyérrel a legjobb, ha pedig a kenyeret megpirítják, vagy különösen, ha azt apró kockákra vágra, forró zsírban kicsit megsütik, gazdag, tömény és laktató. Annyira, ha az ember két tányérral megeszik, semmit sem kíván utána, csak egy pohár félédes bort. A rántott levestől gyomrát még senki nem rontotta el. Minden esetre van asszony, elég ritka, aki annak, hogy mit főz, teljes tudatában van. Az ilyen asszony rántott levesében a földanya íze határozottan felismerhető. Ilyesmit meleg szív nélkül készíteni nem lehet.